Szép estét kívánunk, köszöntjük a kedves nézőinket és hallgatóinkat, akik ma ezen a különlegesen szép estén velünk tartanak, és üdvözlöm Bhaktipád Goszvámi Maharádzsot, akivel rendkívül ritka eshetőség, hogy egy helyen is tartózkodunk fizikálisan is. Úgyhogy ez most egy speciális alkalom, és speciális abban a tekintetben is, hogy az internetünk lehet, hogy nem annyira stabil, mint máskor, ezért kiemelten fontos, hogy a kedves nézőink jelezzék számunkra, hogy megfelelően hallhatóak, láthatóak vagyunk-e, és ez a két érzékfelfogás, ez esetleg még szinkronban is van-e. Rendben. Igen, de én megnézem, lehet, hogy egy kicsit tudok egy segítséget csinálni nekünk, hogyha tudok még változtatni. Hát nem tudok már, mert már megyünk. Most már... mert tudtam volna felére az internet használatot csökkenteni, de már így megyünk. Na se baj, szerintem azért jó lesz ez. És akkor, igen, látod, néha nulla megy. Jó, oké, megyünk, Facebookok mennek, esetleg mindenki látja, Facebookok, YouTube-okok. Jó. Minden munkuk. És természetesen a visszajelzéseken kívül esetleg, ha valakinek van valamilyen kérdése a mai témánkhoz kapcsolódóan, akkor az arra vonatkozó kérdéseket várjuk, és igyekszünk megválaszolni mindent. Rendben. Akkor elkezdhetjük? Igen. Köszönöm szépen. Közben itt kontrollálok a világot. Jó. Kicsit bevezetném annyival a mai beszélgetésünket, hogy Magyarországon, hát nem egészen egy évszázada, de az 1950-es évek óta a köztudatban nagyjából benne van a jóga, mint szó, hiszen akkoriban volt egy Indiából ide költözött úriember, Selvarája Yasudhian, akinek a jóga iskolája és a könyvei azok sok emberhez eljutottak, de akkoriban ennek a jogának inkább csak mint egyfajta sport, egyfajta testgyakorlás volt jelentősége. Nyilván a szocializmus idején nem is annyira lett volna támogatva a lelki értékrend. És hát azóta, főleg a 80-as, 90-es évek óta nagyon sok jogaiskola létesült Magyarországon, ETKA és minden egyéb. És lehet, hogy nem könnyű igazodni ebben a világban, hogy akkor most mi is a jóga igazából, ez egyfajta torna, egyfajta sport, spirituális út, önmegvalósítási út. Lehet, hogy kezdjük az alapfogalmakkal, hogy mi egyáltalán a jóga. Jó, itt még mindig kicsit figyelgetek, hogy minket írnak. Valakinek szakadozik, valakinek nem, de... én is itt látom, igen, hát nem elég ideális a kapcsolat. Így. Oké, jó, hát próbálj, lehet egy kicsikét később, egy 10 perccel jobban fog menni, mert én észrevettem, hogy ilyen fél hattól, ilyen 3/4 hétig akadozik a kép. Jó. Akadozik. Nézzük, lehet, hogy kicsit jobb lehet. Annyi még, hogy mi felveszünk. Megy a felvétel. És ez azt jelenti, hogy ha bármi csúnya dolog történik az élővel, akkor mi csak utána felrakjunk egy normális felvételt. Hogyha az élő mobilnettel megyünk. Igen. Oké. Akkor. Kérdések. Akkor majd fogunk kérdéseket, akkor jó, Zoltánnak kérdéset is majd felolvasunk. Köszönjük szépen. Nyugaton írjátok, mert itt látunk mindent, és akkor mi, ahogy szoktunk, tudjunk így csak így menni újra, meg újra
mindent újra kirakni. Jó, és akkor így majd fogunk látni. És úgy látom, Facebookról is jönnek a kérdések, én nem csak YouTube-ról, ami nagyon jó. Oké, jóga! Na. Akkor... hát sokan... Na látod, most nullát mutat. Uh-huh. Most nulla megy föl. Ez most szerint, hogy most nagyon YouTube-on fázis... Készülésben van. Mit jelent, hogy fáziskésés? Hát így le van maradva. Aha, hát most nagyon-nagyon rossz. Uh-huh. Most ezzel ez kicsit jobb. Igen. Oké. Okay. Jó, meg itt látom, kirakja a kockákat. Ezeket a frémeket kihagyja. Hát legrosszabb esetben akkor... Jó, felvételt csináljunk. Kérdéseket lehet kérdezni. Oké. Okay. Rendben, akkor a jóga. Hát vannak különféle személyek, akik a jógáról próbálnak írni, vagy hozni, mint tudom én, akár 150, 200, hát még amikor angolok voltak, ők is már kezdtek hozni jógát Indiából, mert jógának a szülőhely ez az India, és amit hozták, amikor személyek nem hitelesek, akkor a saját szűk felfogása szerint, amit képesek befogadni, akkor ők ezt értenek, és akkor írnak erről könyvet. Uh-huh. Ez is mutatja, hogy nagyon fontos, hogy a tanár az legyen minél magasabb szintű, mert akkor teljes képet tud adni. De amikor nekem az én megértésem, felfogásom kicsit szűkösebb, akkor azt gondolom, hogy jóga csak egy torna. Uh-huh. Aztán látod, hogy azóta változott, és most is tornának marad, de most vannak próbálkozások, hogy meditálni, vagy valami, de úgy, hogy igazán komolyan gyakorolnak a jógát, alig van olyan, hát a megint nyugati világban az lehetetlen, hogyha nem valaki nem megy erdőbe, és nem ott meditál, mert azért van erdők nyugati világon, az is lehet, de hogyha mivel ma a létra, joga létra a cím, ebből szemszögből fogunk tudni nézni, amúgy először meghatározunk, mit jelent a joga. Mivel ez egy szanszkrit szó, a jóga, akkor megint olyan szaktekintétől kell hallani magyarázatot, aki Indiában él, és a védikus írásokkal kapcsolatban van, mert a védikus írások a szanszkrit nyelven van. Az azt jelenti, hogy ott lehet találni teljes mértékben magyarázatot, válaszokat. És akkor a szanszkrit szó, jóga, azt jelenti, hogy kapcsolat. Uh-huh. Kapcsolat Istennel, gyakorlatilag. Ami nekünk megmarad egy kis írás, joga sok szent írásban van, van egy, ami nagyon összefoglalja, ez a híres Yoga Sutra Patanjali. Patanjali Muni, aki fel volt hatalmazva, egy inkarnáció volt, és ő írta össze szutrákba, egy rövid, egy nagy tudományukat, írta egy ilyen rövid kis mondocskába, mondatocskában. De a jóga létre, az, mi általában azt gondoljunk, hogy jóga létre, ez pont ez az Ashtanga jóga létrája. Yama niyama, asana pranayama, akkor pratyahara dharana dhyana samadhi. Nem, az már az a Ashtanga jóga, az a jóga létrának egyik lépcsőfoka. Igazából. Uh-huh. 8 dologból álló lépcsőfoka. Az mit jelent? Ez azt jelenti, hogy van egy más jóga létra, amiről
említi, akár Bhagavad Gita, ott lehet tanulni a joga létráról, ami mondja, hogy igen, az embernek az életének az értelme kapcsolódni újra Istennel, ezért valaki kapja emberi testet, a lélek, és ezért megvan, hogy hogy lehet kisebb szintről elindulni a jogán, a joga létrán, és ott van a 8 fokozat. Oké. Okay. Ezeket meg tudjunk beszélni. Hát először van 2 szint, ami nem jóga szint, hogy élnek az emberek. Az első szint, ami magyarázza a védikus írás, na milyen szint lehet az emberiségnek, vagy embernek az első szintje, ahogy él? Hát ez tudod szint. Kóság szempontjából? Kóságból, nem kóságból. Kóser, nem kóser. Mindegy. Hát legalapvetőbb szint az, amikor az alvás, táplálkozás, szaporodás és védekezés funkciói alapján él valaki, tehát így van. Nagyon alapvető, basic szinten. Igen, ezért a védikus írások úgy határozzak meg. Ameddig ember nem követi Isten által megadott törvényeket, ez lehet Szentírás keresztül, az elveket, hogyha nem követ, akkor ez egy állati szint, ez nem civilizált ember. És miért ember nem követi? Hát mindenki, nekem vannak vágyai, nem érek rá, lalala, így is úgy, és akkor megyek előre. Ez állati szint, de hol kezdődik az emberi szint? Valahol. Igen. Amikor ember ugyanúgy akarja vágyakat teljesíteni magának, ugyanazok a vágyak vannak, mint annak, aki nem követi, de ő tudja, hogy szentírásokban le van írva, hogy milyen rituálikat, tetteket végre kell hajtani, hogy ez a vágyat legyen teljesítve. Ez úgy hívják, hogy karma kanda. Na, ez már civilizáltabb. Például valaki akarja gazdagságot, akkor le vannak írva a szentírásokban, kit kell imádni, milyen rituálikat kell végezni, ami által lesz pénzed. Vagy akarsz a családot, férjét, feleségét, akkor így is, így is, így cselekedj, és akkor lesz. Ez már karma kanda. Na most, mi a különbség kettő között, ami az első, ez még nem, ez még jóga létre előtt egy kicsit. Még a karmakanda is? Hát mondhatjuk, az a földszint. A karmakanda létrának. De már egy kicsit igen. Miért? Mert a kettő között az a különbség, hogy azon a szinten, amikor ember semmi elvet, Isten törvényt egyáltalán nem követ, ott van az a veszély, hogy degradálni fog. Uh-huh. És akkor nagyon kevés garancia, nincs is garancia, hogy újra emberi testet fog kapni. Mert több garancia inkább állati testbe születni. Viszont a karmakanda, itt van egy nagyon érdekes dolog, hogy egy ember akarja vágyakat teljesíteni, és ezért vagy Isten szolgálja, megy templomba, vagy adományoz, vagy ritúkat végez, mert akar élvezni. Ez már ez a törvény, aki Isten akaratát követ, az tisztul. Fejlődik, tisztul karmától. Meg az az ember, akinek a motiváció érzi kielégítés, mint az előző szintnek, csak itt, mivel már Isten, akkor itt már van tisztulás.
Mert amikor lélek vagy ember valahogy Istennel érintkezik, az mindig tisztítja. Ahogy csak Isten által megadott törvényeket, elveket követsz, ez azt jelenti, hogy te, mert mit jelent, hogy Isten törvények, elvek? Ez az ő akarata. Uh-huh. És amikor te követsz az ő akaratát, akkor te tisztulsz és fejlődsz, tisztulsz karmától és fejlődsz lelkileg. És akkor utána ott lesz egy következő szint, mi ezt tisztítja, és a fejlődés abban néz ki, hogy motiváció fog változni. Hogy, és amikor nem, hogy azért csinál, hogy élvezek, hanem jó, én ragaszkodok, és nekem vannak anyagi vágyok, azért csinálom lelki dolgokat, de már egyre jobban egy kicsit jó lenne tisztulni. Uh-huh. És amikor jön ez, hogy már azért is csinálok, hogy akarok fejlődni, tisztulni, na akkor kezdődik a jóga igazán. Ugye karma jóga, ez a neve. Karma jóga. Amikor én cselekszek, tevékenykedek, igen, itt vannak a kommentek, nagyon jó, ezeket majd mindent átmegyünk, mert kérdések. Szóval tevékenykedek, cselekszek, a rituálikat csinálok, és így tovább. Ez a karma, ez azt jelenti, jóga cselekvésben, karma jóga. És ennek van két szint, hogyha már kicsit bonyolítsunk, mert mivel már beszélünk a jóga létráról, akkor van, amikor én ott általában, hogyha most nézzünk úgy, hogy fogjunk egyféle jógát, mert lehet többféle, de egyik féle mondjuk, aki gyakorol, mert ezeket, ez a karma jógát lehet gyakorolni otthon például. Mert más jógát még nem képes, ember még nem képes másféle jógát gyakorolni, ez az első, amit lehet gyakorolni, ez a karma jógát, és a karma joga mondjuk ember adományoz. Okay. És akkor ő adományoz, mondjuk templomnak, Istennek valami, hogy kapjon többet, és akkor, és amikor ő kap gyümölcsöt a munkájának, ugye, akkor ő ragaszkodik hozzá, de tudja, hogy kell adni. Ez fontos. És attól tudok fejlődni. És akkor ad. Adományoz. Ez úgy hívják, hogy szakáma karma joga. Ha nekem még vannak anyagi vágyaim, én még mondjuk eléggé anyagias ember vagyok, de tudok, hogy azért kell fejlődni, mert lehet, vagy degradálni lehet, vagy fejlődni. És kell nekem pénz, de egy részét már fogok adni. Fáj, de adok. És ez a szakáma karma. Szakáma. Kama azt jelenti, hogy vágyok. Ami még rendelkezik vágyokkal. És nem baj, mert ez egy létre, ez egy jó szint. Utána, amikor ő végzi ezt a féle gyakorlatot, ez megint tisztítja a szívét, és utána megváltozik megint a vágy, hogy ő már niskáma, már mondjuk nem érdekel munka gyümölcse. Én ismerem ilyeneket, akiket pénz nem érdekel. Viszont tevékenykedni szeret ebben, neki ez a természete, hogy ezt csináljon, és ezért ő már, mivel nem csinálna, de mivel maga tedhez ragaszkodik, akkor tovább csinálja, és tovább adományoz. De ez már niskáma, ugye az volt a szakáma karma joga, ez most niskáma karma joga, nincsen vágy. Csak a maga, hogy cselekedni. Cselekedés. Megint, hogyha mondjuk valaki a bizniszbe akart fejlődni, és akkor így kezdte, de hogyha elkezdte jogába ezt csinálni, és akkor adományozni, akkor tisztul, akkor már nem érdekel a pénz. Uh-huh. De ezt a biznisz szerez csinálni, ebben jó a karma benne, jó a képesítés, jó a mindenféle természete hozzá, akkor, és ezért ő még csinálja, de már nem az eredményért, hanem már, hogy adjan, niskáma karma joga, hogy tisztuljon.
És akkor ez, no ez most csak pénz egy példa, sok minden másban lehet ezt példázni. És Nishkama Karma Yoga, akkor, na itt történik még egy mélyebb változás a szívébe, úgynevezett változás, kezd megérteni a tudást, lelki tudást, mert képesített lesz. És ezért gyána, gyána jóga tudásra, akkor inkább az többet már érdekelni kezd, és akkor a gyána, amikor valaki elkezd, ez nem az, hogy csak olvasok, hanem mélyebben értem ezt a tudást, és gyakorlatban hozok, és ez a szint, amikor gyána jogára valaki lép, akkor ott kezd lemondott lenni. Szóval ez egy nagyon, hogy valaki lemondja mindenről, az egy nagyon magas szint. És ez egy, a lemondani dolgokról, ez a jogának egy eredménye. Valaki azt gondolja, hogy ezzel kell kezdeni a jogát, de nem tudsz, mert nem vagy ezen a szinten, ezért nincs is ajánlóva, javasolva. Szóval így valaki gyána jogára lép, akkor ott már kezd lenni lemondott, és amikor lemondottra válik, na akkor kezdődik a dhyana yoga. Mondhatjuk, akár astanga yoga. Na akkor ember el tud menni már. Szóval, érted? Azért, mikor sokszor videóban beszélünk, és nagyon sokszor mondom, nem lehet igazi jogát gyakorolni, nem lehet. Sokan próbálnak, hát ez jó, ez a te véleményed, ez a te véleményed. Én azért más gondolom, én tudok. De amikor mondom, akkor nem azért, mert én kitaláltam, hanem ez mögött van egy tudás, ami most, amiről most itt az idő, hogy megbeszéljük, hogy miért nem lehet igazán, igazi astanga jogát, mert igazi jogát gyakorlatilag nem lehet. Mert igazi jogát kezd a jámani jámával, az már kell lemondani mindenről. Már kell egy, opa, látod, lájkol nekünk a magától, itt a egyetért velünk a stream, az élőadás. Szóval így lépjünk, amikor már lemondod, nem ragaszkodok. Ez egy azt jelenti, hogy már valamilyen szinten már megvalósított tudás van, nincs anyagi vágyaim. Ez a, akkor tudok elkezdeni gyakorolni jogát. És akkor ez a dhyana joga. Gyána, dhyana, utána megy a szamádi. Szóval gyakorlatilag ez a joga létre. Hogy ember először kezdi valahogy Istent követni, mondjuk, hogy néz ki ez a karmakanda, ugye a legelső, ami már emberi civilizált élet, valaki szenved, nincs pénze, beteg, nem tudom, rossz a kapcsolat, de elkezd imádkozni Istenhez, ó, kérlek segíts, csak te tudsz ne rajtam segíteni, senki más, és akkor ő saját magáért imádkozik, hogy nekem az én helyzetem jó legyen, ez már karmakanda. És ezt tisztítani fog. Ez jó. Jó, befejeztem mondókámat. Csak hogy egy picit visszatérjünk ugye a gyána jogára, hogy akkor ez nem egészen azonos azzal, amikor valaki egy érdeklődő útkereső, és akkor mindent elolvas, édesvíz kiadó, különböző nagybecsű műveitől kezdve, hanem ez ennél egy jóval magasabb szint. Az, aki keres, amit mondtál, ez is egy kategória, ez a gyána kategória előtti, úgy hívják a jigyasu, érdeklődő, jigyasu. Igen, de az érdeklődő, az egész életben tud maradni érdeklődő. Nem biztos, hogy érdeklődő fel fog kerekedni a gyána szintjére. Lehet látni sok ilyen. Sőt, lehet, hogy ezzel párhuzamosan ő még ragaszkodik is a anyagi eredményekhez, vagy a tevékenységhez. Tehát ő nem föltétlenül járta végig ezt az utat. De, ja, hát van ez egy, igen, van egy teljesen,
hogy az például, aki a karma kandán van, és imádkozik Istenhez, ad nekem kenyeret mai napra, az magasabb szintű, mint valaki keres valamit, de sose semmi nem csinál. Nem imádkozik Istenhez. Az magasabb szinten. Mert neki van bizalom Istenben, ennek még nincs is. Szóval itt az a fontos, vagy hit. Ez azt jelenti, hogyha az, aki kér Istentől, ő sokkal személyesebb kapcsolatban van, mint az, aki még nem is imádkozik. Miért? Mert ő lehet, hogy neki ilyen, hogy mondjuk impersonális felfogás van Istenről, hogy Isten csak egy energia, a természet, az univerzum, ilyen zoom, meg olyan zoom, internet zoom, kamerának zoom. Igen. Mielőtt tovább megyünk, lehet, hogy egy kicsit beszéljünk arról, hogy ha jól tudom, akkor lesz egy néhány érdekesebb esemény a közeljövőben. Például a most már mondhatjuk, hogy hagyományos Kirtan Festnek is lesz egy következő alkalma. Hallhatunk erről, hogy mikor lesz esetleg, illetve aki még nem látott ebbe bele, hogy milyen is ez, nem próbálta ki, van esetleg valamilyen kis ízelítőnk róla. Igen. Igen, lehet, hogy le is játszunk egy kis videót nektek, itt a reklámpauzában. és akkor utána mondjuk egy pár szót erről a Kirtan Festről. Ugye lesz Kirtan Fest, akkor lesz Budapesten is Szentné Fesztivál, mondhatjunk Kirtan Fest, Szentné Fesztivál. Az is lesz. Jó, akkor egy kicsit lejátszunk, jó? Megnézzünk. Lehet, hogy végig lejátszunk, ez egy pár perces. Oké, nézzük, kezdjünk lejátszani. A templomban élő szerzetesként minden nap tapasztalom a kirtan és a mantra erejét. És amikor ezt együtt csináljuk, az még jobb és jobb. Város közepén élünk, mégis, amikor az a sok gondolat a fejünkbe száll, a reklámokból, a különböző social médiákból és minden rossz dologból, akkor kell valami megnyugvás. De sokan úgy érezzük, hogy hát megnyugodni se bírunk már, akkor miért ne csinálnánk egy olyan hatalmas bulit, ami egyszerre transzcendentális és segít a szívnek, de ugyanakkor kihoz minket ebből az űrzavarból, ami a városi létben van. Itt vagyunk egy különleges helyszínen, K11 belvárosban, most már másodszorra rendeztük meg itt a Kirtan Fest nevű eseményünket, ami igazából arról szól, hogy összehívunk egy csomó új embert, akik még sose találkoztak a Krisna tudattal, akik már 30 éve gyakorolják, akik csak pár napja hallottak róla, és mind összejövünk, táncolunk, énekelünk. És amikor halljuk ezt a maha mantrát, ezt a transzcendentális hangvibrációt, ami igazából a lelki világból száll alá, akkor a szívünk megtelik szeretettel. Szeretettel egymás felé, és szeretettel mindenki felé a világban. Úgyhogy, aki szeretné megtapasztalni ezt a fajta szeretetet, annak nagyon ajánlom, hogy jöjjön el erre a Kirtan Fesztiválra. Havonta egyszer tervezzük megrendezni, és reméljük, hogy 1000 főnél is nagyobbra duzzad majd. Nagyon jól érzem magam itt a bakták társaságában, mindig úgy érzem, mintha hazaérkeznék, úgyhogy ez is most egy ilyen pillanat. Fergeteges a hangulat, nagyon-nagyon-nagyon jó élmény együtt énekelni, táncolni, a maha mantrát énekelni, a baktákkal,
és minden várakozás felülmúl ez az érzés, és tényleg csak ajánlom tudom mindenkinek, hogy jöjjön, próbálja ki legalább egyszer, és ilyen extázisban lesz része, mint ami szokott lenni a Kirtan fesztiválokon, úgyhogy hajrá, gyertek! Oké. Jó, akkor itt vagyunk, visszatértünk. Igen, hát annyi kiderült számomra, hogy ez nem az a fajta buli, ahova unatkozni járnak az emberek, mert nagyon szépen vidáman ropták a táncot a felvételek alapján. Azt lehet tudni, hogy hányan vesznek részt egy ilyen alkalommal, mondjuk a legutolsó alkalommal? 100 közel. Hát az nem is egy kis esemény. Az a tervünk, hogy 1000 legyen. Én még. Ha így halad, akkor ez meg is lesz. November vagy december, igen, ez a terv. És most lesz következő 26-án ebben a hónapban, de más helyszín, ez most volt K11, gondolom sokan ismertek. A másik, a mostani, ami lesz, ez lesz milyen étterem? Napfényes étteremnek a rendező terembe. Rendezvény teremben. Ott fogunk rendezni. Nagyon jó. És a másik esemény, amit említett? A másik, ez úgy tudom, hogy a következő nap lesz. A budapesti templomban, mindjárt megnézem, mit, hogyha 21. Uh-huh. 21 lesz budapesti templomban, központban. Ott is reggeltől este énekeljük Hare Krishnát, és 26-án lesz. Igen. Ja, így néz ki. Jó. Okay. No, akkor mehetünk tovább a jóga létrával, hiszen ugye megbeszéltük a földszintet, a karmakandát, megbeszéltük a karma jogát, megbeszéltük a gyána jogát, és beszéltünk a dhyana jogáról is. És ugye említette, hogy itt kezdődik ugye az astanga, ha jól értettem. Na most az astanga jogáról, mondjuk az olyan szentírásoknak, mint a Bhagavad Gita, mi a véleménye? 6. fejezetet lehet elolvasni, és akkor itt kiderül. Jó, akkor megyek olvasni. Hát először meghatározta Krishna, hogy a joga mivel foglalkozik. Ugyanazt mondja a Yoga Sutra Patanjali. Yogas Chitta Vritti Nirodha. Ez azt jelenti, hogy a chitta, ez a tudat, elme, és hogy tovább, annak a aggodalom, szétszórt, stressz, depresszió megszüntetése. Ezek a hullámok, vrittik. Ugyanúgy Krishna mondja, hogy más szavakkal, Bhagavad Gita-ban, 6. fejezetben, 5. versben. Udharat atman atmanam, natmanam avasadayat, natmanam banduratmana, natmanam ripur atmana. Ami azt jelenti, hogy az elme, a joga, rögtön határozza, jogának az a lényege, hogy az ember az elme segítségével fejlődjen, ne degradáljon. Szóval én rögtön mondja, hogy a joga az elmével fog foglalkozni, tudattal. Nem? Amikor testet valaki használja, az segít tudatot is be kell vonni a tudatot. Másképp nem lesz jóga, hogyha csak testet használjuk. Udaratmanatmanam, jó, és akkor banduratmana, elme tud lenni barát, aki jógát gyakorol, annak az elme barátával fog válni. Vagy ripó, vagy lesz ellenség az elme. És akkor van, mondja, aki már szakért a jogába, őket úgy hívják, hogy yoga rudha,
és joga aruruksu, azok a kezdők. És akkor elkezdi magyarázni, hogy hogy kell jogát gyakorolni, hogy kell leülni, meditálni, összpontosítani a tudatot. Elején még egy kicsit mutatja, hogy mik az eredmények. Csitátmana prasantasya paramadma samahitaha, hogy aki már valaki joga ruksa, joga rudha, aki elérte a tökéletességet, akkor prasanta, jita atma, legyőzte az elmét, és béke. Felháborítatlan, és ebben az állapotban a szívében lakozó Istent látja. Paramatma samahitaha. Sitosna sukha dukha manapamanam jó. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor a külső anyagi világnak a sukha, boldogság, dukha, boldogtalanság már nem zavarja meg. És utána gyánvárna, gyánavigyána, triptatma, triptatma, kutaszta, vigitendriám, akkor ott jön már tovább, fejlődik megvalósítás gyánából, vigyána. Akkor mondhatjunk, kezd megvalósítani, lelki látás nyílik. És teljes kontroll alá kerülnek az érzékek, vigitendriá, teljesen meggyőzte. De utána kezd magyarázni a folyamatot. És amikor elkezdte folyamatot magyarázni, hogy hogy kell ülni, hát mondja, hát az a joga matrac, amit mi veszünk boltba, az nem megfelelő már a jogának. És először az erdő, a jóság körülmények, oda mész, őszbőr. És miért kell őszbőr? Pont özbőr, mert ez erdőben, akkor rájössz, akkor mindenféle skorpiók, kígyók, begyők rád másznak. De hogyha özbőrön ülsz, akkor nem másznak rád. Ez egy misztikus tulajdonság az őznek? Nem misztikus, ez a természet ennek a bőrnek. Igen. Akkor az ülés ne legyen túl magas, túl alacsony. Keletre kell ülni, és akkor kezdődik. Egyenes, nem lehet, mi veletek, a nyugati világban, aki születünk, nekünk mindennyiknek van egy probléma, és ezáltal nekünk mindenkinek gerinc problémájuk van. Szóval egyenes gerincsel kell ülni. Ez azt jelenti, már, amikor Krishna már ezt a meditációs dhyana jogát tanítja, az már asana, pranayama után van már. Ez már azon túl már kezd magyarázni, mert asana és a pranayama, főleg asana ellazítja az egész szervezetet, mert csak, és képzeld el, egyenesen kell ülni a lotus padmasanába, hát van négy meditációs asana, a padma az egyik, egyenes minden, és közben laza. Nem lehet feszülve, nem lehet meditálni. És utána mondja, hogy hogy kell akkor keletre ülni, akkor mennyi ideig, akkor szem se nyitva, se csukva, így meg amúgy. Szóval Arjuna így hallgatta, és nem, hogy a jogáról gondolva megnyugodna, beagodott még jobban. Azt mondta Krishna, csáncsalám himana Krishna. Azt mondja, az elme csancsalá annyira csapongó, hogy nekem könnyebb le megállítani a szelet, mint az elmémet. És Krishna mondta, na, elértem a célt. Azt akartam elérni, azért magyaráztam a jogát, hogy ember, Arjuna, mint egy emberképviselő, megértsen, hogy nem nekünk való a jóga. Sokáig magyarázza, tudod, ez is egy stílus, amikor valamit tanítasz, ami a célod ellentétes eredményt elérje vele. Ó, igen. Nyugodtan, hogyha ki kell megnézni, ki. Valamit hallottam én is. Igen. Na most itt azért számomra nem világos, hogy a jógát, magát az astanga rendszert is,
ha jól értettem, akkor Istennek egy inkarnációja, Patanjali Muni javasolja. Krishna viszont, mintha lebeszélne róla. Nem is pont a Krishnának az inkarnációja, nem, de... Balarámának, igen. Így van. Tehát, hogy... Ananta, igen. Igen. Tehát, hogy akkor milyen irányba is pozícionáljuk magunkat, ez akkor van, akinek mégis ajánlható volt esetleg az astanga jóga korábbi korokban, és inkább csak a jelenkor emberének nem annyira... Igen, korábbi korokban. Persze, mert emberek, ők ilyen tudat természetével születik, vezeklésre valók voltak. Vezeklők, aszkéták. Az volt a olyan típusú emberek, és akkor ők gyakoroltak, mert ez aszkétáknak való. Ebben a korszakban ember nem tud aszkéta lenni. Hát csak nézd meg, amikor emlékszel, egy év próba volt, hogy vasárnapként zárva vannak Magyarországon a Tesco. Igen, igen. Hát ember mondja, megörült. Igen, egy lázadni. Nap nincsen. De nem lehet megvárni ezt az egy napot, nem bírták ki. Szóval ennyire kontroll alatt nincsen az elméje. Ha milyen jogáról akarsz, hogy egy vasárnap, egy nap nem nyitva, nincs nyitva a Tesco, az már katasztrófa, világ vége lett Magyarországon. Ausztriában jobban fegyelmezett az ember. Zárva van. Ott még hétvégén, vasárnap előtt már rövid nap, hamarabb csukják be a boltokat. Érdekes. Még hogyha ide egy picit visszatérhetünk az astangához, azért, hogyha jóga, akkor itt a nyugati világban azt hiszem, hogy az emberek zömének a ászana jut eszébe elsőként. Tehát ezek a testgyakorlatok. Azoknak mi a jelentősége az astanga folyamatában? Miért fontos? Hiszen a meditáció az nem föltétlenül egy mozgással elérhető dolog, ugye pontosan egy ülőhelyről és egy meghatározott ülésmódról beszélt nekünk az előbb, ugye a Bhagavad Gita alapján, hogy ebben a lótuszülésben lehet többek között ugye a szívben lakó felső lelket megvalósítani. Na de hát akkor minek mocorgunk előtte olyan sokáig? Hát nekünk ez már csak egy torna, kicsit egészség, de klasszikusan ahhoz, hogy valaki megint a meditációra kezdjen lépni erre a lépcsőfokra, az egy nagyon magas dolog. Arra kell több meditáció, első, hosszú évekig fog tartani, ezért kell egészséges test legyen, és hosszú életünk. Egészséges, hogy ne fájjon semmi, mert nem tudsz meditálni. Ha meditálsz, és valami fáj, akkor a tudatod oda megy a fájdalomra, és ott koncentrálsz, már nem tudsz meditálni. Akkor nyugodt elme legyen, mert csak nyugodt elmével lehet meditálni. Ez zaklatott elmével nem lehet meditálni. Most sokszor a relaxációt összekevernek a meditációval. És ezért ahhoz, hogy kezdjen megnyugodni az elme, felkészítés által megy. Yama, niyama. Szóval nem is asanával kell kezdeni. Az asana ez már harmadik. Ez nem lehet. Képzeld el, mész iskolába, és rögtön harmadik osztályba. Mit tudsz ott csinálni, mikor ámbécét se tanultál? Semmit. Ámbécét sincs. Ezért yama, niyama. Van öt yama, öt niyama. Öt tiltott, amit nem szabad csinálni, öt ami utasítás, amit kell gyakorolni. Ezt kell minden nap csinálnod. És ezt gyakorolva te fegyelmezel az elmédet, hogy most nem úgy lesz, ahogy elme akarja, hanem én kontrollálok az elmét. És ezáltal gyűjtök erőt, és kezdek karban tartani. És már ez az ember, aki öt jámat és öt niyámat 5 évig legalább betartja, vagy 10, az már szent életű ember válik. Már akkor. Ez már óriási eredmény a mai napon. Valaki nyáma, nyámának egy jó gyakorló lesz. És csak utána, hogy lehet igazi ászaná, a jóga ászaná, nem az, amit most csináljunk, tornázunk, mert amikor elme már békés és nyugodt,
akkor én aszánából tudok érezni a pránát. Mert csak békés nyugodt elmével lehet pránát érezni. És a másik, amikor gyakorlok jáma, niámat, akkor tisztítom a karmát is. Mert azt is kell tisztítani. És mivel tisztítod a karmát, akkor kezd elme megnyugodni, és irányítás alá kerülni. Utána kell finomabb blokkokat az elmébe tisztítani, és az már asana csinál. Ugye, mert amikor ülünk valamilyen asanába, akkor a testünkben, mivel az elmében vannak problémáink, azért Krishna mondja, és mondja Patanjali Muni, elme problém, az elme és asana elmével dolgozik. Az, hogy te meggyógyulsz, az mellékhatása. Az igazi, leülsz, van probléma az elmébe, mondjuk, nem tudom, izgatott, sértő, vagy sérülékeny, vagy valami, mindegy, vannak blokkok itt, de ugyanúgy, mivel az elme az agy keresztül kontrollálja a szervezetet, akkor ezek a blokkok energetikailag is vannak a szervezetben. Akkor vannak a szervekben, a csakrákban, és így. És amikor valamilyen ászánában ülsz, akkor a pránádat összpontosítja abba a csakrába, vagy abba a szervbe, és oldja azt a blokkot. Uh-huh. Ezt a negatív energiát feloldja, az elmébe is feloldás történt. Ez a lényeg. Uh-huh. Ezért van sokszor, amikor bizonyos a tanítványnak bizonyos ászana sorozatot kell csinálni, nem mindenkinek kell mindig ugyanazt csinálni. Ez olyan, hogy a patikába bemész, és mindenkinek ugyanazt eladják. Talán a kalmapirinni, ami mindenre jó. Vagy antibiotikum. Mindenre jó antibiotikum. Nem, sokszor ez személyre szabott kell, hogy legyen. Oké. Akkor amikor ez megvan, akkor tovább kell még finomítani. Mert még mindig nem tudsz meditálni, de viszont már te már érzel a pránát, a működését. Az ember, aki igazi asana szakértő, ő már tudja például, amikor valami van vele, hogy most milyen asanában le kell ülni. Mert már tudja, hogy megy a prána, ezt érez, abban asanában leül, vagy áll, vagy fekszik, és akkor megtörtént az a hatás, ami kellett neki. Mint mikor ember tudja, hogy a fejfájásom van, milyen gyógyszert szedjek be. Elején nem tudja, csak kérdezi, utána tudja, aha, ez a gyógyszer, mert nekem ez működik. Beszedte és kész. Ugyanúgy utána asanába. És ez fontos, nem nagyon lájkol minket itt mindenki. Ez az, ilyen a Ashtanga yoga. És akkor utána jön, mivel már pránát tapasztalja, akkor jön prána ayama. Úgy mondjak egyszerre prána ayama, de amúgy prána ayama, hogyha külön rakjunk a szavakat. Az azt jelenti kontrollálni, szabályozni a pránát. És megint, még ami finomabb, mint a blokkok a szervezetben, az már lehet, hogy nincsenek, meggyógyult a test az ászánákból, de még vannak blokkok. Még van. Még nem vagyok képes meditálni, még van zűrzavar, ez a vrittik elmébe. Uh-huh. Ami már ászánában nem tudsz elérni, mert olyan mély már. Jáma, niámaval se tudsz elérni. És ezért gyűlnek a kérdések, nagyon-nagyon-nagyon jó. Köszönjük. És akkor a pránájámába az történik, hogy mint az aszanában, amikor vannak blokkok a szervezetben, aszanával ez már levettél, de még az elmének következő, ami lehetne még találni finom dolgokat, az a légzésben. Uh-huh. Amilyen tudatállapotban vagyok, akkor egy megfelelő mintázat vagy ritmusban lélegzek. Minden tudatállapotnak van saját légző mintázata. És a prána jámának van többféle
ilyen légzések, persze van olyan, hogy energiagyűjtő, kapalabáti, akkor tisztító, nádi sódana, annyi sok minden, de általában azzal úgy csinálják, hogy ezek a légző minták a pranayámába olyanféle mintázat, hogyha te mondjuk te izgatod az elmét, és akkor ez befolyásolja hozzá légzés. De hogyha te légzést elkezdesz pranayámás légző gyakorlatot gyakorolni, akkor ez visszafele hat az elmére. Uh-huh. Hogyha elme befolyása a te légzésedet, ugyanúgy a légzéssel visszafele lehet befolyásolni a tudatot. És akkor ezekkel a mintázatok, amikor valaki gyakorol, akkor, hát van még olyan, amikor tüzet is csinál a szervezetben, az égeti a karmát, minden, de lényeg a lényeg, pranayám által ember elkezd leégetni, vagy nyugtatni az elméjét, és gyakorol közben mellette irányítani a pránát. Mert az a lényeg, nem csak lélegezni így úgy, hanem meg kell tanulni ezáltal kontrollálni a pránádat. De hogyha aszanát nem gyakoroltál profin, nem tanultál meg érezni a pránát, nem tudsz, mit kontrollálsz a pranayámán, mert nem is érzel. Uh-huh. Ezért fontos az asana. De ahhoz, hogy asanába kezdjél, képesített legyél érezni a pránát, arra előtte kell yama-niyama. Nem csinálta yama-niyamát, nem fogsz tudni sose megtanulni a pránát érezni az asanába. Uh-huh. Na jó, és akkor mész ide, akkor a pranayámába kontrollálni tanulsz pránát, és ennek a mellékhatása egyik, hogy ez azt jelenti, hogy kontrollálni a pránát, ez a fő nyereség és eredmény a pranayámába. Mert akkor már annyira összpontosított lett a tudatot. Szóval még egyszer, asana, yama-niyama nyugtatja a tudatot, hogy annyira legyen összpontosított, hogy amikor asanát gyakorolsz, összpontosít tudod kell ahhoz, hogy tudjál érezni a pránát. A pranayámába még jobban fokuszálni kezdesz a tudatodat, hogy ezzel nem csak érzel, hanem már kontrollálsz ezt a pránát. Annyira kell erős tudat, összpontosítás. Én mikor ez megvan, akkor az élet, az több száz évre megnyúlik. Miért? Mert a szervezetünket kontrollálja a prána. Aki kontrollálja a saját szervezetnek a pránáját, az mit kontrollál? Az élet levegője. Az egész szervezetet kontrollál. Ő kontrollálja a szervezetet. Ez a, ezért a jogik 400, 700, 300 évet élnek. Na jó, és amikor valaki már annyira jó, erős, összpontosított tudattal rendelkezik, akkor utána felléphet következő szintre pratyahara. Pratyahara. Ahara azt jelenti, hogy étel. Tápláléka. A szemnek az étele, a tápláléka formát látsz. A fülnek a hang, nyelvnek az íz, bőrnek a tapintás, és azon a szinten már olyan kell, hogy legyen erős a tudatot, az elmét, és még mindig nem vagy képes meditálni, hogy elvonni érzékeket, mert nekünk finom érzékek vannak az érzékszervek belül. És az által érzékelünk a világot. Nem, ezekkel, ez egy ilyen, olyan, mint a fogó. A kombinált fogó, az nem érez semmit. Ez a kéz nem érzi semmit. De finom érzék benne van. És a pratyahara az azt jelenti elvonni finom érzékeket a szemtől, a bőrtől, a fültől, a nyelvről, és akkor lehet, hogy mennek a képek, de nem látsz, mert nincs benne az érzék a szemedbe. Jönnek a hangok, nem hallod. Vágnak, darabolnak, nem érzel. Ez a pratyahara. És még mindig nem meditáció. Uh-huh.
Erre mondja a... Az már milyen erős, összpontosított tudat kell, hogy legyen. Igen? A teknős békás példa az erre vonatkozik a Bhagavad Gita-ban? Nem. Nem. Nem, az egy másik. Ez ez a teknős békás, ez a Stita Dhir Muni, a bölcs. Uh-huh. Ki, aki bhakti, az a bhakti jóga. Ki igazán fejlett a bhakti jógába. Ez Stita Dhir Muni. Ugye buddhi jóga, bhakti jóga, ezt magyarázok Krishna, és Arjuna mondja, hogy lehet felismerni, és akkor ott válaszol ezt a dolgot. És akkor itt vissza, és utána, amikor itt már ebben lett valaki mester, Pratyahárába, akkor jön a dharana. Mindig nem meditáció. Dharana, ez azt jelenti dhára. Ez már kezdő meditáció, az amikor tartasz a tudatot. Fogod, és koncentráció. Dára, az azt jelenti fogni. Dára, giridhári. Valamit fogni, és akkor az elme olyan erős, hogy bármilyen csak tudsz tartani az elmét egy ponton. Semmi nem fog megzavarni. És ezt gyakorolsz. Dárana, koncentráció. Ezt úgy mondhatjunk, mint egy... Ez már kezdő meditáció, mert itt már misztikus képességek. Mert a misztikus képességek, ez az elme összpontosításából jön. Uh-huh. Hogy már olyan sűrűen erős az elméd, hogy csak mondasz egy mantrát, hogy lagima, vagy könnyebb lekönnyebbni, és akkor már tudsz lebegni. Ez az elme. Elme erő, olyan erő lesz. Szóval ez itt onnan kezdődik. Onnan van ez a misztika. Ami nekünk misztika, de amúgy ez sem misztika, ez mind törvények. Szóval ilyen erősen, mint amikor van ez a hasonlítás, mint a nagyító. Amikor a napsugarat annyira tudjunk nagyító összpontosítani, hogy tüzet csinál. Az elme így működik, ugyanolyan erős az elme tud lenni. Akkor ez a dharana, és kezdő meditáció, ez olyan, mikor folyik mondjuk víz, de úgy folyik, kicsit csöpök, tudod, mikor így lehet látni, mikor így szakításokkal folyik a víz. Ez a dharana. Én csak tanulok, még nem meditálok, mert csak próbálok fokuszálni, tartani. Mert amikor megtanulok folyamatosan tartani, akkor lesz dhyana, ez lesz a meditáció. Az olyan, mikor már víz megy, és nem szakad meg. Mikor egyből megy a víz, mikor folyik. És amikor, akkor ott már minden misztikus képessége megjelenik, nagyon erős a tudat. Szóval érted, hogy már csak hogy a meditáció, most folyamatot megnéztünk, hogy miért szoktam mindig nevetni, mikor valaki meditál. Az nem meditáció. Hogyha erről a jogáról beszélünk. Hogy a Hare Krishna mantra, ez egy más természetű meditáció, az meditáció. Oké. És utána még van szamádi, amikor teljes olyan mély meditáció, amikor már ember évekig nem tud kilépni, vagy hónapokig. És ez olyan sűrű már, ahogy beszéltünk, hogy dharana ez, mikor így csöpög a víz, és akkor csöpökből áll, elszakad. A dhyana, ez már folyamatos meditáció, amikor öntjünk, és akkor így megy a víz egybe. De szamádi, amikor a mézet öntjünk. Akkor nagyon sűrű, így megy le. De ez a szamádi, nagyon sűrű meditációban benne vagyok. És ebben a korszakban, hogyha ezt valaki megcsinálja, én szívesen egy medált adok személyesen, csak addig már nem fogok élni, mert ez 400 év múlva csak fog történni. Jó, nem jelent, hogy nincsenek ilyenek. Himalájukban biztos még mindig vannak ilyenek. 70-es években még voltak, amikor Radhanath Maharaj volt, és ő látta többféle jogikat, akik tényleg levitáltak például, meg sok minden más is csináltak. És volt egy jogi, képzeld el, akivel találkozott, aki nem tudom, 40 vagy 50 évig nem ült le. Nemhogy nem feküdt, nem ült le. Mindig állva minden csinál. Aludt állva, minden állva. Sose. Na, ez egy vezeklés komoly. Hát akkor, aki ennyi évig ilyen csinál, az már milyen tudata, kemény tudata kell rendelkezni.
Jó, elmeséltem ezt a nagy mesenévalót akkor. Igen, az előbb volt egy reklámszünetünk, most pedig egy közérdekű információs szünet, hiszen ugye ilyenkor szoktam fölhívni a figyelmet arra, hogy aki hálás ezekért a tanításokért, és szeretné ezt a missziót támogatni, erre van lehetőség. A képernyő alján szoktuk mutatni a bhagavatam.goswami@gmail.com e-mail címet. Ezen keresztül kapcsolatba lehet velünk lépni, nem csak adományozás, de akár könyvek beszerzése kapcsán Srila Prabhupád transzcendentális irodalmát is meg lehet innen rendelni, illetve aki a YouTube-on szeret minket nézni, az élőadások során a Superchat funkcióval, illetve a csatlakozás virtuális gomb megnyomásán keresztül lehet támogatást adni. Ennyi volt a közérdekű információ, vissza akkor a jóga tudományába, mert hiszen azt hiszem, hogy egyébként is sok szanszkrit kifejezés szokott elhangzani, de most azért úgy keményebben kapjuk talán, mint máskor. De jó az így. Amit eddig megbeszéltünk, akkor ennek a rendkívül komoly, szabályozott rendszernek a végső célja az, hogy a felső lélek megvalósuljon számunkra, hogy megvalósítsuk. Hát, hogyha akarsz még keményebbet, akkor mondom. Na, lássuk. Igen, amikor a szamádiba van, akkor ott jön ez a legmélyebb megvalósítás, hogy én lélek vagyok. Utána következő fokozat lesz, hogy ugye van felső lélek Istennek egy aspektusa mindenkinek a szívébe, Paramatma, felső lélek, akkor megvalósítja Paramatmát. És utána, hogy befejezzen az utat, akkor kell találkozni egy Krisnással. Igen, hogy elkezdjen a bhakti jogát gyakorolni. Mert nem, úgy magától nem lehet. A bhakti meditációból nem jön. A bhakti onnan lehet kapni, hogyha egy bhakta valaki bhaktya, sanchayata bhaktya. A bhaktinak a bhakti születik bhaktiból. Ha valaki szívébe hordja bhaktit, akkor tőle tudjon kapni. És azért ő megvalósította mindent, hogy igen, én lélek vagyok, és akkor van a Paramatma minden, de akkor mit kell csinálni? És akkor kapja egy bhakta lelki tanítómestert, aki mondja, hogy akkor most már megértettél, hogy te Isten szolgája vagy. Igen, akkor most kezdj szolgálni, és akkor megkapja azt a baktit. Hogyha szerencsés, hogyha nem, akkor még több teremtés és pusztulás által tud meditálgatni. Szóval még ott, és nagyon, szóval először itt minden lépésen van csábítás. Például Yama-niyama. Yama-niyama már az, hogy én mindent betartom, az már mindenki úgy fel fog rád nézni, mint egy szent emberre. Csodálatos az az ember. És kész, és akkor téged már mindenki tiszteli, szereti, és bölcsis vagy, már még ott is Yama-niyama. Akkor már ott is meg lehet akadni. Akkor az asanába egészséges vagyok, nagyon jó, akkor ott is meg lehet akadni. De a legnagyobb csalika, vagy a csábítás, legerősebb, ez amikor diána szinten vagyunk, meditáció, amikor jönnek a misztikus képességek. Hát csak tudod, van első, 8 elsődleges, akkor 5 másodlagos, és szerintem 5 harmadlagos, valahogy így. Ez azt jelenti, hogy tudsz átmenni a falon, tudsz szállítani. Például, hogyha mondjuk, neked nem is kell rendelni AliExpress-szel semmit, hanem el tudsz menni innen bármilyen raktárba. Na, ez nekem kell. És akkor itt, és mert vannak azok a nádik, csatornák, ahol szállítható anyagi tárgyak. Szóval érted? Akkor YouTube, hát van sokkal jobb, mint a YouTube. Amikor valaki egy ilyen szinten van misztikus képességekkel, ő tud sokkal nagyobb dolgokat nézni, például mi történik, mit csinálnak ott a mennyei bolygókon, ami a szórakozás szemszögből sokkal fejletebb, mint itt, amit mi nézünk. Szóval nincsen, várj, hát van a
másokkal manipulálni. Ez azt jelenti, hogy te bármikor lehetsz, mert te képes vagy misztikus képességgel mindenkit manipulálni, lehetsz elnök bármilyen országnak. Vagy te leszel Michael Jackson. Lehet, hogy nem tudsz énekelni, de amikor te énekelsz és manipulálsz, mindenki fog mondani, hogy te vagy a király. Szóval ezek a misztikus képességek olyan csábítóak, hogy már ott beakad valaki. És alig lesz valaki, aki szamádiba fog lépni. És amikor szamádiba lép, alig lesz valaki, aki találkozni fog egy bhakti hordozóval. Szóval nehéz és hosszú. És közben nincsen szórakozás, nincsen prasszáda, nincsen finom ennivalók, nem lehet család, nem lehet barát, egyedül kell, hogy gyakoroljál. Lehet, hogy egy ilyen kis pár jogi társaságába, ruha nélkül Himalájok hóba. Hát igen. Na most itt ugye látjuk, hogy ennek a jógarendszernek az igazi végső sikere függ attól, hogy egy baktával kell találkozni. Hogyha viszont valaki célirányosan bakti jogát szeretne gyakorolni, az nem függ attól, hogy ő az astanga jógarendszert végigjárta, ugye? Ő már fölötte van. Automatikusan, ahogy elkezdi gyakorolni. Igen. Mert bakti joga ott kezdődik, ahol végződik az astanga joga. És ezt megint Bhagavad Gita-ba, most megint nulla byte-ba vagyunk, ujjjjjjj. Na majd a fölvétel. Most mi jó beindult, megint 7 kilobyte-ba megy, 0 kilobyte-ba megy. Jó. És ezért is így van, hogy a karma, ugye első 6 fejezet Bhagavad Gita-ba karmáról szól. És azt mondja, a karmának a fő csúcsa, ez a astanga jóga. És utána mondja, jó, de kezdődik a 7. fejezet, bhakti jógával, Bhagavad Gita, 6 belső fejezet, középső, ez a bhakti jóga. És akkor rögtön mondja, Maya sakta manapartha yogam yujjanma dasara asamshayam samagrame yatha bhakti. És azt mondja, de hogyha te csak bhakti jogát gyakorolsz, te már fölötte vagy rögtön. Hát mert ő csak addáig jut, hogy kezdjen gondolkozni, hogy mi ez a bhakti. Én bhakti jogival találkozom, de te már találkoztál és kaptál avatást, te már nagyon túl vagy az egészen. És akkor azt mondja Krishna, igen, a bhakti yoga, mert pont mondja akkor 6. fejezetben, hogy a bhakti yogának, vagy az astanga yogának a csúcsa, az a után valamikor egy guru segítségével elindulni abba, hogy ragaszkodás, asakta, Krishna, asakti szintre kerülni, ragaszkodni Istenhez. De a bhakti yoga ezzel kezdődik. Maya sakta manapartha yogam yujjanma dasara asamshayam samagrame yatha egész ez tatsarino. Azt mondja, de ez itt kezdődik már. Érted? Ahol végződik ez a 10 000 éves meditáció, a bhakti yoga ott kezdődik. Szóval, és Krishna is mondja, amikor végkövetkeztetés, mondja a 6. fejezetbe, yogi nám api szarvesám. Madgan tennaram atmana, sradavam bhajataya mam yatha gyasasi tatsrino. Ó, yatha, nem, ez most összeraktam 2 verset. Jogi, az mindegy, a végén azt mondja, mana, az, hogy az az én véleményem. Azt mondja, de a yoginam api szarvesam, a yogi között, a legjobb yogi, az, aki mana, aki mindig gondol rám, és sradavan bhajate yo mam, és aki bhakti jógát gyakorol. Azt mondja, ez a legmagasabb, és Isten, ez Isten mondja. Azt mondja, oké, Isten, te kit tartoz, melyik,
melyik a legnagyobb, magasabb szintű jogik között? És azt mondja, minden jogi között a bhakti jogi a legmagasabb szinten van. Aki rám gondol mindig, és végzi odaadó szolgálatot, bhakti jogát. Ezt mondja, ez az én véleményem. És utána mondja, hogy kell, hogy igen, és rögtön kezdődik ezzel a ragaszkodással, a szakti. És hogyan kezdődik, hogyha yama niyamával kezdődik a astanga yoga, de a bhakti yoga kezdődik tachrinu. Ez azt jelenti, shrinu, ez azt jelenti, hogy shravana, hallással, hanggal. Ha csak hallgatjunk bhakti yogáról, akkor mi már elkezdtünk bhakti yogát gyakorolni. Na most nagyon tartományos, tartósan nullán van a mi kis felvételünk. Vagy mi az? Élünk. Igen. Hú, hát ilyen óvodás, sebesség, internet, hát hú. Ha, tényleg. Nem baj, veszünk fel. De vannak kérdések. Igen. Vagy neked van még? Van még, és aztán utána rátérhetünk majd a nézőknek a kérdéseire, hogy ez a hihetetlen, nem is tudom, hogy megfelelő kifejezése, de könnyítés, ami a bhakti jogában van, ehhez a rendkívül bonyolult, hosszadalmas, lássuk be, buktatókkal teli joga létrához képest van. Ez honnan származik? Még egyszer? Hát, hogy a bhakti joga miért ennyivel könnyebb? Mert ez a természetes. Ez az egyenes egyszerűknek, akik nem akarnak így vakarni a fület, vagy nem tudom, még bonyolultabban, így lába keresztül, hanem normálisan, egyszerűen. És nem kell túl cifrázni mindent, erre van a bhakti joga, és ez a legegyszerűbb, természetesebb, normális. Tehát ebben a világban ki a normális? Nem mondjuk mi normálisok. Nekünk, csak hogy valakinek mondasz, hogy énekelj Hare Krishnát, hát ez túl, ez nagyon valami furcsa, babonás, szentimentális dolog. Nekem inkább kitekerem a nyakamat az ászánába, meg nem tudom, mit csinálok. Most egy kicsit így viccelek, mert most nem vagyok ellene aszanáknak, mint egy torna egészség, arra jó az aszaná, erre nem vagyok. Sok bakta gyakorol aszanáknak. Hát van hit, a bhakti védanta hit. Bhakti védanta, igen, az egy jó, teljesen, arra semmi, azért csak támogatjunk, hogy csináljunk. De hogyha ezt használni, mint egy lelki út a jógát, na ez túl fölöslegesen bonyolult dolog. Érted? Most miért, mikor lehet egyszerűen, egyenesen megcsinálni? De nézd meg, az egész világunk is ilyen. Az, ha megnézel, hogy annyira most is ilyen össze-vissza bonyolult van, hogy ahogy csak leállni, mindenki éhen fog halni. Én ma is jöttem a Szegedre, mennek kamionok. Gondolod, most leállnak ezek a kamionok, akkor a boltok nem kapnak élelmiszereket, akkor itt mindenki éhen fog halni. De miért kell annyira bonyolult, amikor régen egyszerű volt, mindenkinek volt ki saját kertje, elrakta a befőtöket, szalmat, piacon elment cserélte ennévalót a ruhára, vagy aki ruhát, vagy esztergálta valamit, kicserélt az ennévalóra, és mindig volt ennivaló, hogyha volt a termés. Most már így, úgy, gáz, nincs is Magyarországon gáz, de függünk. Kedves barátunk, nézzük meg, megy nálatok, hogy kivágta az egész élő programot nekünk. Így puf, kilépett a számítógép, de nulla. Most megy. De szabad a bakti nem is kell legyen, csak az csúszik. Hát igen, nulla. Nulla, nem baj. Mi befejezzünk, ahogy megy, felvételt, akkor majd kettőből összeragasztunk, és csak az a baj, hogy kérdések itt elmentek. Nem nekem. Baj, hát megpróbálom kikeresgetni őket, akkor ami... Igen, itt van a Vodafone. Igen, nagyon kedves de vagy. De itt igazából én is itt látni fogom.
Köszi. Csak nem tudjuk kirakni a barátainknak. Nagyszerű. Jó, akkor okay, mehetünk a kérdéseket. Rendben. Jó. Újra próbálunk. Jó. Akkor újra folytatjuk, majd nézzük. Nem is tudom, hogy mi. Jó. De nulla megint. Kivágja. Na mindegy. Na nézzük, akkor Zoltán. Zoltán, kérdés rendben. Mehet. Igen. Hare Krishna, ha valaki elkezdte a bhakti jogát gyakorolni, úgy mint szentírások olvasása, mantrázás, stb. Miért van az, hogy Maya mindig próbál minket visszarántani az anyagi élvezetek mocsarába? Köszönöm. Hát igazából igen, lehet úgy is mondani, hogy Maya, ami úgy hívják, hogy illuzorikus energia, ő akadályozza, de igazából teszteli, hogyha mi határozottak vagyunk, akkor még egy kicsit megakadályozza, milyennel erősebben akarunk, akkor erősebben megakadályozza, de ez csak miatta van, hogy mi mennyire határozottak vagyunk. Hogyha mi határozottak vagyunk, akkor senki nem tud megakadályozni dolgokba minket. Oké, okay. Nulla bájt. Nem baj, veszünk fel. Következő kérdés, az pedig Izabella kérdése. Hare Krishna, hogyan tudjuk elmagyarázni egy érdeklődőnek azt, hogy Srila Prabhupada egy hiteles bhakti jóga tanító, hogy az általa írt védikus irodalom folytatása hiteles? Most még egyszer, mert most ide figyeltem. Igen, hogy... tehát hogyan tudjuk egy érdeklődőnek elmagyarázni azt, hogy Srila Prabhupada egy hiteles bhakti jóga tanító, és hogy az általa írt. Olvasunk fel. Jó. Na nézzük. De hogyha nem, akkor következő héten csinálunk egy külön, mert ez most túl darabokból nem fogunk összerakni. Na, próbáljunk, de jó. A piros az egész. Hogyan tudjuk egy érdeklődőnek elmagyarázni azt, hogy Srila Prabhupada egy hiteles bhakti jóga tanító, és hogy az általa írt védikus irodalom folytatása hiteles? Mi nem akarunk annyira meggyőzni senkit, hogy valaki csak akarja megérteni, és alázatosan kérdezi, akkor mi tudjuk mondani, hát először Srila Prabhupada lelkivilágból jött. Ő nem egy karma által született személy, hanem jött lelkivilágból egyenesen, személyesen, és mivel ő a lelki tanítómester láncolatnak, paramparának a képviselője, ez azt jelenti, hogy ő nem spekulált, nem kitalált dolgokat mondta, hanem úgy, ahogy van, ahogy ő tanult, mert ugye Krishna, ő adja ahhoz, hogy mi megszabaduljunk az illúziótól, ő adja nekünk tudást. De ezt a tudást küldi egy lelki tanítómester láncolaton keresztül, hogy tudjunk fejlődni. És akkor megadja először az egyik képviselőnek, akkor az másik képviselőnek, és akkor így megy, de ennek a titka, hogy változás nélkül nem szabad torzítani, semmit nem lehet elvinni, nem lehet változtatni, és nem lehet elvenni tőle. És a Srila Prabhupát, ő ezt képviselte, és nem ment a kompromisszumokra. Ez a hitelességét is azt mutatja, hogy amikor Amerikában volt, akkor mondta, hát ezek itt nem fog így működni, ilyen túl sok elvet mondasz, és nem fognak elfogadni, lejjebb vegye az elveket, és azt mondta, nem lehet, mert ez a út. Szóval ő nem tudta kompromisszokra menni. Ő tudta olyan dolgokat könnyíteni, ami még belefér, és ő erre volt felhatalmazva, de nem ment kompromisszumokra. Mert nem azért, hogy jaj, hogyha most nem megyek kompromisszumra, akkor nem lesznek követők, nem lesz pénzem, vagy valami, de ez nem arról szól. Ő azt mondta, hogy legalább egy ember el fog menni lelki világba, akkor
már sikeres a missző. Szóval nem a követők gyűjtése miatt jött, nem a pénzkeresése miatt jött, hanem átadni azt a gyakorló lelki tudást, ami ember tényleg lelki megvalósítást kapjon. És akkor ezt el tudjuk mondani Srila Prabhupádról, a hitelességéről, és embert rábízunk, elfogadja, elhiszi, nem, minket nem, ez nem kell, hogy akarjunk vitatkozni, vagy meggyőzni. Mi ezt mondtunk, nem fogadott el, akkor jó utat kívánunk. Köszönöm szépen. Következő kérdés szintén Zoltántól. Ha Maya támad, érdemes-e feltennünk magunknak a kérdést, hogy kit akarok szolgálni? Kalit vagy Krisnát? Ha már felismerte Maya támadását, az jó úton halad? Vagyis hát aki felismert, az jó úton halad? A Hare Krisna éneklése védelmet nyújthat? Hare Krisna éneklése védelmet nyújtott. Szabad akarat nálam van mindig, hogy én milyen kit akarok követni, milyen útját követem, mit engedem be a szívembe. De nem csak, hogy kit követem, Krisnát vagy Kalit, hanem a viselkedésemmel, hogyha mondjuk ilyen emberekkel vitatkozók, erkölcstelen életet élek, akkor már Kalit már követem. Hogyha becsületes vagyok, mindenkiben lelket látom, akkor ez már Krisnát követem. Szóval így működnek a dolgok. Jó? Köszönöm szépen, és aztán van szintén Zoltánnak egy újabb kérdése. A jóga segítségével megtanulható az életlevegő szabályozása, és halálonkor megválaszthatjuk, hogy melyik csakrán keresztül akarjuk elhagyni testünket? A két szemöldök közötti részre kellene fókuszálni? Bhagavad Gita-ban erről le van írva, de én azt van jobb hírek. Nem kell ezzel foglalkozni. nem tudjuk ezt megcsinálni. De amúgy nem a két szem között. Igen, két szem között kell fókuszálni, de amúgy a Sahasrara csakra, vagy magyarul korona csakra keresztül a jógi hagyja el a testét. De ott még annyira nem mindegy, mikor is. Szóval valamikor a délre megy a nap, ugye a egyik fél éven keresztül, másik fél éven keresztül az éjszakon megy a nap, na most éjszakra megy, vagy a délen megy a nap, az is kell tudni, és akkor sötét, vagy világos legyen, szóval ez nem csak, hogy hova te koncentrálsz, hanem hogy lehet, kell tudni kontrollálni a saját életlevegőt, ugye ezért kellett pranayama, hogy saját vágya alapján kilépni a testből, és ki kell várni ezt a kedvező időpontot. Ez amit kell csinálni jogiknak. De bhakti jóga mindegy mikor. Mert amikor ő mantrázik, mivel a bhakti jógi mindig Istenre gondol, ez azt jelenti, hogy ő mindig a pozitívban van, a legkedvezőbb körülmények már ott vannak. Mert ki a legkedvezőbb? Isten. És hogyha valaki őt szolgálja egész életében és rá gondol, akkor sötét vagy világos, hova megy a nap, honnan nem megy a nap, ülsz vagy fekszel vagy állsz, milyen csakra keresztül. Igazából a bhakta a tökéletessége, a te a halálának, halál művészetnek a tökéletessége, ez amikor a lélek a száján keresztül távolodik. És ez a mantrával, amikor bhakta mondja, Hare Krishna, és akkor kész. Ez a tökéletes. És erre csak bhakti jogot kell gyakorolni, nem kell kifacsarni az agyát, az elmé, a fejéből ezekkel a meditációkkal. Mert nem is vagyunk képesek. De amúgy jó, hogy érdeklődünk, én is ezeket akartam tudni, mint egy információ, igen, de nem gyakorlatias, nem praktikus, nem tudjunk ezzel mit csinálni. Van egy információ, aha, ezt is tudom, hogy működik, menjünk tovább. Jó. Értem. Szóval nem ítélem, aki kérdezi, hanem tehát kell tudjunk mindent, ezeket is kell tudjunk, hogy
miért nem jó? Mert ha csak valaki mondja nekünk, hát jóga nem jó, nem, hogy jóga nem jó, hogy mi nem tudjuk csinálni. Szóval fordítva kell. Jóga jó, de mi nem vagyunk képesek, és akkor az jó, hogy kérdezünk, és így, és úgy, és miért, hogy mikor megértjük, hogy működik, akkor világos lesz, hogy nem nekünk való. Értem, köszönöm szépen. Na most, hogyha valaki esetleg olyan helyzetben van élete végén, hogy túlságosan beteg például ahhoz, hogy mondjuk a Hare Krisnát egyáltalán ki tudja mondani, akkor mi lesz velünk? Opa, megint mutatja, hogy azt lesz, hogy Bhava Grahi Janardana, Krisnának ez a neve, hogy azt mondja, hogy ő hálás, ő tudja, hogy ez a személy egész életben engem szolgálta, és most valami miatt nem tud rám emlékezni, nem baj, mert én emlékszek rá. Ez a különbség. De a jóginál ott nincs ilyen. Ha valami komába kerül, vagy valami tőf, mondjuk leesik egy toboz fejére, és megöli jogit, és pont nem gondolta valamire, az baj van. De amikor valaki Istent szolgálja, akkor nem baj, nem emlékszel, ő fog neked segíteni. Ő emlékszik rád. Ez a különbség megint. Biztonságosabb, mert megint a jógi, mivel ott száraz gyakorlatok vannak Isten nélkül, akkor ő csak a saját erőre számíthat. A bhakti jógi, mivel ő Isten szolgálja, ő Isten kegyére számíthat. Ez azt jelenti, Isten adja erőt, adja kegyét, hogy ember fejlődjen. De a jógában csak annyi fejlődhetsz, amennyi erőd van. De a bhakti jógában lehet, hogy semmi erőd van, de Isten adja kegyét, sokkal jobban fejlődsz. Ez a különbség. Ott csak saját maga erődre tudsz számíthatni. Itt Istenre számíthatsz. És Isten milyen? Mindenre képes. És még kegyes is. És kegyes. Igen. Katasztrófa élő, bocsánatot kérünk tőletek. Többet nem kísérletezünk, hogy mikor ilyen pici internet sebességgel nem is fogunk neki kezdeni az élőnek. De felvettünk, összeragasztunk mindent. Az is több szakaszba a felvétel ment, de összeragasztunk és feltöltjük. Jó? Van még kérdés? Nincsen. Úgy látom, hogy hát kevés olyan hősies néző volt, aki... Igen, mert szegények megmondták ők is. Össze-vissza akart, nem lehet nézni, nem lehet élvezni. És akkor négy hős még itt maradt, akik kettő itt van a négyből, akik négyen néznek. Igen, igen. Nálad is megy? Nem? Jó. Igen. Jó. Ez is egy most lemondás, vezeklés volt ilyen internet segítségével csinálni. De nem baj, felvettünk. Tudod, és a csalika, tudod, most mutatja, hogy most ezzel elmegy, nagyon jó, de következő pillanatban megint piros lesz minden. Érdekes. Érdekes. Jó van, köszönjük szépen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes téma volt, és jó volt erről hallani. És aki kivárja, hogy elkészüljön a vágott verzió, az nagyon szerencsés lesz, mert ez egy nagyon értékes tudás volt, amit ma hallhattunk Öntől, és jövő héten folytatjuk a beszélgetéseinknek a sorát a szokásos szerdai időpontban. Igen, jövő héten szerdán tudunk. Még megnézem a dátumot. Igen, igen, tudjuk szerdán. Rendben, köszönöm szépen. Akkor jövő héten ismét találkozunk, igen, a kedves nézőinkkel. És akkor nem sokára témát küldjünk. Így van, köszönöm. És 26-án Kirtan Fest, lehet beérni naptárba. Interneten már lehet találni Facebookon itt a róla a hirdetést, és akkor gyertek arra. Meg 21 Kirtan Fest, Szent Név Nap, Budapesti
Krisna templomba. Hmm. Oké. Okay. Köszönjük szépen, nem sokára majd ragasztunk össze a darabokat, és feltöltjünk. Szép estét kívánunk, Hare Krishna. Szép estét.